Pilisvörösváron, a zeneiskolában az idén is lesz udvari vigadalom. Június 9-én 17 órától várják a szervezők a közönséget a gimnázium udvarába. A Hangliget énekverseny mellett fellép az iskola vonós zenekara, a Minis Ramli és a Pilis Brass Band is. Az est vendége a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola Máté Szalkáról. Ján Ziegel koncertezik június 9-én péntek este 7 órától a Solymári Művelődési Házban. Az előzenekar a Fél Decibel. A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Másnap, ugyanitt, azaz június 10-én szombaton a Solymári Művelődési Házban 17 órától Jazz Weekend lesz. Fellép a Sájbó, a Borbély Műhely és az Elsa Valle Africando. A rendezvény ingyenes, várják a jazzkedvelő közönséget. Solymáron, június 10-én szombaton 15 órától a dr. Jablonkai István helytörténeti gyűjteményben júniális kapricsó címmel összművészeti találkozó lesz. Kaubek Anna Margit több művészeti ágat bemutató kiállítását Daragics Éva művészettörténész nyitja meg. 16 órától az Apertó Kamara Együttes nyárköszöntő kis koncertjét adja elő. Ismét lesz juniális Vörösváron a Lámkrum Parkban június 11-én 15 órától 19 óráig. A rendezvényen fellépnek a német nemzetiségi táncegyüttes, a Lábi Kóka, Szabó Anna és Bálint Ákos, a Nyugdíjas Klub hagyományőrző tánccsoportja, a Margaréta tánccsoport, a Nosztalgia Dalkör, a zeneiskola harmonikásai és trombitásai, valamint a Piris Csabai Kiszekusza zenekar. Június 11-én 17 órakor Pilis Csabán a Klotild téren, a Klotild szobornál immár 11. alkalommal szervezik meg a Klotild napot. A Klotild díjat és a Klotild Ligetért díjat dr. Marót Miklós professzor, akadémikus adja át. A díjátadást szavalat és koszorúzási ceremónia foglalja keretbe. 18 órától a Klotild Ligeti plébánia templomban koncert lesz. Közreműködők Lukács Házi Pál zongorán, Gubis Géza hegedűn, Fejérvári János csellón és Tída Dafné zongorán. Szintén június 11-én vasárnap Solymáron fúvós zenekari találkozó lesz. A svábok betelepülésére 15 órától német nyelvű szentmisével emlékeznek meg. Ezt követően kerül sor a megemlékezés virágainak elhelyezésére a templom téren. A mulatság 17 órától veszi kezdetét. Fellépnek a török bálinti, a dunaharaszti, a pilisszántói, a pilisvörösvári és a solymári fúvós zenekarok. Június 14-én szerdán 18 órától Solymáron a Bauernhausban a magyarországi németek történetéről hallhatnak előadást. Ez alkalommal az érdeklődők ismereteiket az osztrák-magyar monarchia vonatkozásában bővíthetik. Június 15-én 3:45-kor Pilis Csabán a Ferences házban Farkas Elek tart előadást Bartók Béla Kékszakálló Herceg Vára című operájáról. Az eseményre szeretettel várják a komoly zenekedvelőit. Pilis Szent Ivánon június 16-án pénteken kezdődik az idei napforduló fesztivál. A két hétvégét is érintő kulturális esemény az idén is változatos műsorokat kínál. Ízelítőül néhány program. Június 16-án pénteken 17 órakor a Generációk házában a Mi Szent Ivánunk címmel fotópályázat, díjkiosztó és kiállítás megnyitó lesz. A kiállítást Popréné Révai Gyöngyi polgármester nyitja meg. Ugyanezen a napon 17 óra 30 perctől indul a két estét is felülelő Rokka Villa körül a Villa Negrában. 17-én szombaton napközben a Villa Negránál a gyermekprogramoké a főszerep. Június 22-én csütörtökön 19 órakor a Pilis Szent Iváni általános iskolában a Pilis Szent Iváni vegyes kórus koncertje kezdődik. 23-án pénteken a tó körül 16 órától veszi kezdetét az immár hagyományos gyermekrajz kiállítás, majd az A-tempó és a Pilis Szent Iváni fúvós zenekarok koncertjei kezdődnek. 21 órától kerül sor a tavi tűzgyújtásra, az attrakciót az idén Páva Anna kíséri énekével. Az est az Adler Steiner zenekar műsorával zárul. 24-én a szombat futással és közös családi tornával indul a tóparton. 15 óra 30-kor a napkerék indul útjára, amit a felvonulók a tájháztól a Kucmagrétig kísérhetnek.
A Kucmagréten késő éjszakáig változatos programokkal várják a közönséget. 20 óra 15-kor a Balkán Fanatik lép színpadra. A mágiagyújtás 22 órakor lesz. Solymáron a Bauernhausban az Arcok és Harcok programsorozat keretében június 16-án pénteken 18 órától Kondor Katalin vendége Lőrinc Beáta és Varga Zoltán, a Cédrus táncegyüttes alapítói. A beszélgetésre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Solymáron a 17. Nemzetközi Gospel Fesztivál az idén június 17-én lesz. A nagyszabású rendezvényen többek között fellép a Golgota Gospel Kórus, a Lumen Christi Gospel Kórus és Barna Rita Agapé. Az esemény ingyenesen látogatható.